Fejlesztések Kisvárdán. Milliárdos beruházásokat folytat Kisvárda városa. Turist Police, közösségi szolgálatos diákok segítik a rendőrség munkáját a nyári szezonban. Szépül a múzeumfalu, több mint 700 millió forintból fejlődik tovább a nyíregyházi skanzen. Több milliárdos fejlesztéseket folytat Kisvárda. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Leleszi Tibor 35 perc című műsorunkban elmondta, a településen nagy hangsúlyt fektetnek a gazdaság, a sport és a turizmus fejlesztésére. Ez szolgálja többek között a nemrégiben átadott wellness szálloda, a strand, az épülő sportkomplexum, illetve az augusztusban próbaüzemmel induló Éti Csiga feldolgozó és Mirelli tésztagyár is. Kisvárda városa nagy léptékben fejlődött az utóbbi időkben. Leleszi Tibor polgármester a szerdai 35 perc című műsorunkban elmondta. A beruházások értéke területenként meghaladja az 1 milliárd forintot, amelyek kormányzati támogatásból, pályázatokból és uniós forrásokból valósulnak meg. A polgármester hozzátette, a város nagy hangsúlyt fektet a turisztika, a kultúra és a sport fejlesztésére is. Indul a strandnak egy részleges nyitása, azt követően nyilvánvalóan a sportkomplexumoknak a átadása, hamarosan bízom benne, hogy a Ferencváros elleni labdarúgó mérkőzés már az új stadionba fogjuk játszani. Mellette pedig egy nagyon komoly filmpark díszletváros épül, ami rohom léptekkel, ami szintén egy családok számára ad majd egy nagy lehetőséget, akár azzal, hogy bemutatókkal, kaszkadőrképzésekkel, tehát felsorolni is nehéz, olyan sok területen próbálunk innovatív módon előrelépni, hogy vonzzuk oda a családokat, fiatalokat. Megépült a szállodánk, tehát ez is azt jelenti, hogy most már el tudunk helyezni embereket, több napon keresztül tudjuk őket Kisvárdán tartani. A polgármester hozzátette, 150 embernek ad majd munkahelyet az Éti Csiga feldolgozó és Mirelit tésztagyár, amit augusztus közepén helyeznek próbaüzembe, valamint a Master Good is bővíteni a kapacitását a városban. Elmondta, az is cél, hogy ne csak Kisvárda legyen a központban turisztikai szempontból, hanem az egész térséget fejlesszék, és minden évszakban érdemes legyen a környékre látogatni. Én azt hiszem, hogy igyekeztünk úgy kialakítani közösen a beruházásokat, hogy minden területen legyen olyan lehetőség, lesz olyan nyilván, mint csak nyára koncentrálódik a strandon. De a szálloda miatt wellness lehetőségekkel, ez már több hónap, akár egész évben, a Cinema Aqua, a filmpark, az pedig azt kell, hogy mondjam, aztán 8 napon keresztül szintén lehetőséget teremt. Nem beszéltem a várnak a teljes felújításáról, ami mint szintén kulturális lehetőséget biztosít, tehát színházi előadásoknak a megtartása, azon kívül pedig olyan bemutatók, installációk, ami egész évben vonzza a nagy közönséget. Leleszi Tibor kiemelte, Kisvárdának fontos, hogy a fiatalok szívesen maradjanak a településen, illetve hogy a város mindenki számára élhetővé váljon. A magyar családokat a gyermek fogantatásától a foglalkoztatásáig segíti a bővülő családtámogatási rendszer, jelentette ki az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára a budapesti sajtótájékoztatóján. Rétvári Bence kiemelte, jövőre a családok támogatására több mint 2000 milliárd forintot fordítanak. A családokat segítő intézkedésekről szólva az államtitkár ismertette, hogy 10 milliárd forintot fordítanak idén és jövőre a családbarát szülészetek kialakítására. Továbbra is a gyermek 3 éves koráig tart a gyes, marad a gyed extra, és ezeknek az összege is nő jövőre. Rétvári Bence kiemelte, a munkaalapú családtámogatások értéke 2019-ben 14%-kal 265 milliárd forintra emelkedik. Az államtitkár közölte, idén szeptemberben is több mint 1 millió iskolás kapja ingyenesen a tankönyveket. Például az iskolás gyermeket nevelő családok számára soha nem látott mértékű, szélességű az a támogatás, amit természetben nyújt az állam, hiszen 11 milliárd forintot fordítunk arra, hogy minden család elsőtől 9-es gyermekig bezárólag ingyenesen kapja meg a tankönyveket. Ezeket korábban a családoknak részben vagy egészben ki kellett fizetni, most már teljes mértékben az állam állja.
A nyári idegenforgalmi szezon beköszöntével diákok is segítik a rendőrség munkáját. A Turist Police elnevezésű kezdeményezés során szólólapokat osztanak és jogtanácsokkal látják el a külföldi és belföldi turistákat. A diákok a közösségi szolgálatukat teljesítik a rendőrségnél. Naponta 3-4 órát dolgoznak önkéntesként. Hétköznap délelőtt is zsúfolt a parkoló Sóstón. A nyári hónapokban rengeteg külföldi és belföldi turista érkezik Nyíregyházára. Az ő biztonságukat szolgálja a Turist Police. A rendőrök diákok segítségével járőröznek, de civil ruhások is dolgoznak ilyenkor a turisták által látogatott városrészen. A tanulók 50 órás közösségi szolgálatukat töltik a rendőrségnél, így fizetést ezért a munkáért nem kapnak. Munka közben egységes pólót is viselnek, így még könnyebben észrevehetik őket a turisták. A nagykállói budai nagyantalszak gimnáziumból jöttem. Azért választottam a Turist Police-t, mert nekünk kötelező is egyben, és nagyon jó mulatság, és így szórólapokat is osztogatunk, és megnézzük a parkolókban, az autóknál, hogy nem elhagytak valamilyen értéket az autóban, és ráteszünk egy figyelmeztető cédulát. A Veselényi Miklós szakgimnáziumba járok, és ezért választottam ezt a közös szolgálatot, mert nagyon sok mindent hallottam róla, és nagyon tetszik, szórólapokat osztogatunk, a strandon is voltunk szórólapokat osztogatni, állatkertbe is. A turisták elvárásai között szerepel a biztonság, ezért is fontos az a munka, amit végeznek. A diákok hétfőtől péntekig napi 3-4 órát dolgoznak, naponta maximum 10 fő segíti a rendőrök munkáját. A diákok munkája azért is hasznos, mert több idegen nyelven beszélnek, így a külföldi turistákkal is könnyen kommunikálnak. Rendészeti szakközépiskolások a gyakorlati foglalkozásokat is itt hajtják végre. Maga a Turist Police szolgálatról 6 évvel ezelőtt került ez kialakításra, mint említettem a diákok viszonylatában. Maga a szolgálatnak a célja nem más, mint a közbiztonság fenntartása, a bűncselekmények megelőzése, és nem utolsó sorban is egyik legfontosabb dolog, hogy az ide látogatók szubjektív biztonságérzetének a növelése, illetve fenntartása. A diákok a nagy látogatottságú tömegrendezvényeken is segítik a rendőrök munkáját, például a Vidor Fesztivál ideje alatt is járőröznek majd a hivatásos szakemberekkel. A rendőrség a határon túl is segíti a magyar turistákat. Horvátországban a tengerpart idegenforgalminak frekventált övezeteiben magyar rendőrök is járőröznek. A közös járőrszolgálat során Zadarban és Pulán, valamint a környékbeli településeken, jellemzően a közterületeken, a strandok környékén vannak jelen, továbbá alkalmanként parti járőrözést is ellátnak. A magyar rendőrök közlekedési baleset esetén közreműködnek az ügyintézésben, és a nyelvi nehézségek leküzdésében is segítenek. Hazánkat is elérte a kánikula, hétfőig másodfokú hőségriadót rendeltek el, akár 34-35 fok is lehet a hétvégén. Forróság idején több munkavédelmi előírást is be kell tartaniuk a munkaadóknak, többek között különösen a szabadban végzett fizikai munkáknál 14-16 Celsius fokos hőmérsékletű ivóvizet kell biztosítaniuk a munkavállalóknak a higiénés követelmények betartásával, a munkaszervezésnél pedig rendszeres pihenőidőket kell beiktatniuk. Figyelni kell a munkavállalók cseréjére is, hogy felváltva rövid ideig tartózkodjanak a tűzőnapon, illetve hogy 11 és 15 óra között lehetőség szerint hűvösebb, árnyékos helyen dolgozzanak a munkavállalók. Az előírások a zárt téri munkahelyeket is érintik, azokban az irodákban, ahol nincs megfelelő klíma, óránként legalább 5-10 perces pihenőidőt kell beiktatni és védőitalt adni. Továbbá a munkavédelmi oktatás alatt fel kell készíteni a dolgozókat, hogy felismerjék és kezelni tudják a hőség okozta túlzott igénybevétel és a hőguta tüneteit. Az elmúlt évek során ugyan csökkent a szabadvízi fürdőzésből eredő balesetek száma, továbbra is jelentős veszélyforrás a meggondolatlan strandolás a folyóknál és a tavaknál. A legtöbb balesetet emberi felelőtlenség okozza. Azonban a halállal végződő esetek legnagyobb része elkerülhető lenne. A tilosban történő fürdőzés nem csak életveszélyes, de pénzbírsággal is büntethető. A Tisza nyáron közkedvelt a fürdőzők körében is, ám arra érdemes figyelni, hogy hol mártózunk meg,
hiszen ez csak a folyó bizonyos szakaszain engedélyezett. A fürdőzésre a legbiztonságosabb helyek a kijelölt strandok, kijelölt fürdőhelyek, ahol fürödni tilos valamilyen okból kifolyólag, azt mindig tábla jelzi. A fürödni tilos táblát mindenki ismeri, és nem is szabad ezt a táblát figyelmen kívül hagyni, hiszen ezeket a táblákat szakemberek helyezik el, és nyilván nem véletlenül. Az ilyen táblákkal jelölt helyeken a fürdés szabálysértést valósít meg, tehát a fürdőző akár helyszíni bírságot is fizethet azért, mert tiltott helyen fürdőzött. Az elmúlt években folyamatosan csökkent a szabadvízi fürdő balesetek száma, köszönhetően a megelőző kampányoknak is. A balesetek legnagyobb részét azonban továbbra is az emberi gondatlanság okozza. A legtipikusabb vízi baleset, ez a, ugye, amit mindig el szoktak mondani, hogy felhevült testtel bemegyünk, ugye ez is előfordulhat. Az alkoholos befolyásoltság, tehát ez aztán ott, amikor végül is nincs kontroll, nem veszük észre a veszélyeket, ugye nagyon erősek leszünk, átúszunk a túlsó partra. Nagy veszélyt jelent ugyanakkor a gyakorlatilag láthatatlan, könnyen omló homokpad és a hirtelen változó vízmélység is. A vízimentők azt tanácsolják, amennyiben veszélyhelyzetbe kerülünk, ne essünk pánikba és próbáljunk segítséget kérni. Ugyanakkor, ha fújdoklót látunk, akkor sem meggondolatlanul fogjunk hozzá a mentéshez. Ilyenkor ugye legfontosabb az, hogy segítséget kérjünk, hogyha valaki észreveszi azt, hogy fuldoklót állt a vízben, és csak, hogyha nagyon jó úszó, akkor próbáljon meg mentésbe kezdeni, és akkor is, hogyha lehet, akkor valamilyen eszközzel. Eszköz segítsége nélkül gyakorlatilag nagyon egyenlőtlen a küzdelem, még akármennyire is jó úszó vagyok, nagy darab vagyok, bármi lehet, egyenlőtlen. Arra is fontos figyelni, hogy tilos fürdeni hajóútban, kikötők, hajóállomások, vízisporteszköz közlekedésére szolgáló pályák területén is, valamint éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, kivéve ha a vízfelület meg van világítva, de ilyenkor is legfeljebb csak a mély víz határáig lehet bemerészkedni. Az úszóeszközök, mint a vízibicikli vagy a gumimatrac használata szintén fürdésnek minősül, így ezek használatára is a fürdés szabályai vonatkoznak. Több mint 700 millió forintból újul meg a Sóstói Múzeumfalu bejárata. Az összegből nem csak a fogadóépület területi és funkcióbővítése valósul meg, hanem új műtárgyraktár és iroda is épül. A Múzeumfalu úthálózata is korszerűsödik, többek között látogatóbarát tájékoztató táblákat helyeznek el, és kiépül a közvilágítás is. Az ablakokat már kivették a Múzeumfalu bejárati épületének falából, és hamarosan a tetőszerkezet is lekerül. A 688 millió forintos visszanemtérítendő Európai Uniós támogatást az állam több mint 100 millió forinttal egészítette ki. A bejárati épület eddig szűk volt a látogatók fogadására, ezért a beruházás során megnő az alapterület nagysága, így a belső terek is tágasabbá válnak. Az energetikai korszerűsítés mellett az átépítés a mozgáskorlátozottak számára is kényelmessé teszi a bejutást a Múzeumfaluba. A Múzeumfalu igazgatója elmondta, a felújítások alatt nem csak a bejárati épület újul meg. Épül egy új raktár, műtárgyraktár igazgatási épületünk. Annak a munkálatai előkészítése folyik. A területen több fa volt, amelyet ki kellett vágni, most éppen ez a munkafolyamat zajlik, és megújulnak az áttelepített épületeinknek is a jó része, hiszen a zsindelytetők teljesen átfedésre kerülnek, a zsindelytetős épületek, a nátetős épületeket javítani fogják, és van két szalma tetős épületünk, amelyeken a szalmát teljesen ki kell majd cserélni. Emellett közvilágítást kap az úthálózat, látogató barát tájékoztató táblákat helyeznek ki, és olyan eszközöket is beszereznek, mint például az Audio Guide, amelyel a látogatók egyéni tárlatvezetésben vehetnek részt és juthatnak információkhoz. A tervek szerint műtárgymásolatok és ruharekonstrukciók is készülnek, így az április 1-i nyitása valódi időutazásra tudják majd invitálni a Múzeumfalu látogatóit. Már minden Android és iOS operációs rendszerrel működő okostelefonra letölthetővé vált a MÁV Start jegyvásárlási funkcióval bővített vonatinfó alkalmazása. Az utasok a mobiltelefonjukon vehetik meg a MÁV Start és a Gyesev szolgáltatási területére érvényes belföldi egyútra szóló menetjegyüket és a hozzá kapcsolódó felárakat, pót és helyjegyeket, valamint a kerékpár és kutyajegyet. A vonatinfóba letöltődő jegyeiket is mobiltelefonon tudják bemutatni, akár offline, azaz internet elérés nélkül is. Az alkalmazásból 10%-os kedvezménnyel vásárolhatók e-vonatjegyek, és itt is érvényes
a kukac jellel jelölt vonatokra igénybe vehető 20%-os árengedmény. A vonatinfón vásárolt vonatjegyek felhasználási feltételei megegyeznek az E vonatjegyével, azaz személyhez kötöttek, nem ruházhatók át másra, és legkésőbb az érvényesség kezdete előtti egy órán belül válthatók vissza az alkalmazáson keresztül. Fél éves lett a Nyíregyházi Állatpark kis jaguárja. A sárga bundájú apróság szemben látható a mestere a vízi vadászatnak, míg anyja csak a partról figyeli a játékos kölykét. Közép- és Dél-Amerika csúcsragadozóit az Andok kalandok kifutó rendszerében láthatja a nagy közönség. Érdemes a Nyíregyházi Állatparkban az Andok világát bemutató kifutórendszer mellett hosszasan elidőzni, mert akár vízivadászat közben is láthatjuk a fél évvel ezelőtt világra jött nőstény jaguár kölyköt. Az Andok kalandok jaguár kifutójának sajátossága, hogy a látogatók egy üvegfolyosón keresztül haladva szinte testközelből csodálhatják meg a foltos nagymacskákat. Mint minden nagymacska féle, a fél éves kis jaguár is most már csupán szilárd takarmánnyal táplálkozik, olyan tejet már nem fogyaszt. Nagyon különleges színeket lehet itt megtekinteni a Dél-Amerika kifutóban, hiszen a kicsi sárga színű, míg az anya fekete. Ennek az az oka, hogy alapvetően a jaguárnak többféle színváltozata létezik, van sárga és fekete foltok, illetve fekete állatokon is látszódnak nagyon szépen a rozetták, és a kicsi érdekesség, hogy az apja színét örökölve ő sárga mintájú. A nőstény jaguár az európai fajmegőrzés keretében érkezett Sóstófürdőre, ez volt az első ellése, s szépen gondoskodik kölykéről. Mivel a jaguárok magányos állatok, az utódgondozás is csak a nőstény feladata. A hím, mivel veszélyes lehet a kicsire, egy elkülönített kifutóban él. A jaguár Közép- és Dél-Amerika csúcsragadozója, elsősorban esőerdőkben él, de a nyíltabb mocsaras területeken, valamint száraz füves pusztákon is előfordul. Kedveli a vizet és kiválóan úszik. Harapása igen erős, így élőhelyén a teknősök vagy kajmánok elejtése sem jelent problémát számára. Egyedszáma manapság csökken, és számára a legnagyobb veszélyt az élőhelyeinek elvesztése jelenti. A jaguár a közép- és dél-amerikai kultúrákban az erő és a hatalom szimbóluma volt. A maja civilizációban úgy hitték, hogy a jaguár közvetíti az élők és a holtak kommunikációját, és megvédi a királyi családokat. Az aztékoknál pedig létezett egy elit harcos osztály, melynek tagjait jaguárharcosoknak hívták. Több mint 20 ifjú játékos részvételével szerveztek nemzetközi asztali tenisz edzőtábort Nyírbátorban. A több éves hagyománnyal rendelkező táborba érkeztek többek között Romániából, Szlovákiából és Olaszországból is játékosok. Az edzőtáborral a fiatalok közötti határokon átnyúló kapcsolatokat is szeretnék erősíteni. Délutáni edzést tartanak a Nyírbátori Asztali Tenisz Centrumban. A központban idén is megrendezik a nemzetközi asztali tenisz edzőtábort. Több mint 20 játékos érkezett a 6 és 17 év közötti korosztályból. Ez már a nagyon sokadik jó edzőtáborunk, már több évtizedes múltra tekint vissza a Nyírbátorba. Mindig megpróbáljuk a nyári időszakot úgy kihasználni, hogy tartalmas legyen a gyerekeknek, és kihasználjuk azt, hogy nem járnak iskolába, és olyankor délelőtt délután edzést tudnak tartani. Általában mindig Romániából, Szlovákiából vagy Ukrajnából szoktak ide érkezni külföldről játékosok, de volt már olyan, hogy Olaszországból is jönnek, most is fognak jönni, csak most kéthetes csúszással, és ők akkor fognak itt edzőtáborozni, valamint Lengyelországból is volt már itt csoportunk. A tábor az edzések mellett számos más célt is szolgál. Mi azon vagyunk, hogy egyrészt megismerjék a Nyírbátori Asztali Tenisz Centrumot, másrészt pedig, hogy olyan nemzetközi kapcsolati lehetőséget biztosítsunk a nyírbátori gyerekeknek, amik a mai internetes világban ugye nagyon leegyszerűsítik a kapcsolattartást, és nagyon örülök neki, hogy ezáltal is gyakorolják a nyelveket a gyerekeink, szélesebb látókörre tesznek szert, és mi ezeket a szakmaiság mellett igyekszünk a gyerekeknek úgy átnyújtani, mint egy szolgáltatást, hogy ezeket a nemzetközi kapcsolatokat mi ezáltal a sport által is segítjük. Az edzőtábort meglátogatta Tölgyes Dorottya is. A nyírbátori asztali teniszező nemrég tért haza a kolozsvári korosztályos Európa-bajnokságról.
melyen a serdülők között képviselte a magyar színeket. Először is nagyon jó volt a szervezés, és az eredmények is elég jók voltak számomra. Csapatban bennmaradtunk a legjobb 16-ba. Egyénibe hoztam a papírformát, 32-be bejutottam. Párosba, hát azzal nem vagyok eléggé megelégedve, ott elég rossz eredményt értünk el viszonylag, és vegyes párosban is sajnos kikaptunk 16 közé. A nyírbátori táborban a napi két edzés mellett kikapcsolódásra is jut idő a játékosoknak, a szervezők különböző kulturális és szabadidős programokkal is készültek a fiatalok számára. Négy Nyíregyháza Tigers játékos is bekerült a magyar-amerikai futballválogatott bő keretébe. Menzel Dániel, Max Nedelcki, Sviatko Gábor és Ferdes Dávid is küzdhet azért, hogy címeres mezben léphessen pályára a Three Nations Cup-on. Azonban mind a négy játékos egy nagy próba előtt áll, mivel Grácz Vilmos szövetségi kapitánynak az augusztus 23-a és 26-a közötti székesfehérvári edzőtáborban 45-re kell szűkíteni a jelenlegi 75 fős játékos állományt. Amennyiben bekerülnek a Tigers játékosai, akkor szeptember 23-án Pozsonyban Szlovákia, majd október 14-én Budapesten Csehország ellen léphetnek pályára a nemzeti csapatban. Most pedig híradunk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. A gazdaság, sport és turizmus fejlesztése érdekében milliárdos fejlesztéseket folytat Kisvárda. Ezt mutatja a nemrégiben átadott wellness szálloda, a strand, a megújuló vár, az épülő sportkomplexum, illetve az augusztusban próbaüzemmel induló Éticsiga feldolgozó és Mirellit tésztagyár is. A város polgármestere kiemelte, Kisvárdának fontos a fiatalok megtartása, illetve hogy mindenki számára élhető legyen a város. Napi 3-4 órában dolgoznak a diákok a rendőrség által indított turiszpolisz szolgálatban. A tanulók ezért nem kapnak fizetést, önkéntesként segítik a szakemberek munkáját. A turisták által látogatott városrészeken osztanak szórólapokat, és látják el jó tanácsokkal a külföldi és belföldi vendégeket egyaránt. A rendőrök nem csak itthon, Horvátországban is segítenek a magyar turistáknak. Több mint 700 millió forintból energetikai korszerűsítés és funkcióbővítés valósul meg a Sóstói Múzeumfalu bejáratának épületén. Új műtárgyraktár és iroda épül, valamint fejlesztik az úthálózatot is. Képül a közvilágítás, látogatóbarát tájékoztató táblákat helyeznek ki, és olyan modern eszközöket szereznek be, mint például az Audio Guide, amellyel a látogató önálló tárlatvezetésen vehet részt. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták július 27-én pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk majd Önöket, hétvégén pedig heti hírösszefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Tudósításainkat internetes oldalunkon is elérik. Én szép estét kívánok, kollégáim nevében is, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk, záporokkal. Továbbra is meleg, labilis levegő található a Kárpát-medence felett, emiatt nagy eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az előttünk álló éjszaka többnyire változóan felhős idő várható, elszórtan zápor, zivatar előfordulhat. Az északkeleti szél helyenként megélénkül, majd estétől mérsékelt, változó irányú szél lesz a jellemző, de zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos széllökések lehetnek. Reggelre általában 18 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben változóan felhős lesz az ég, több órás napsütés várható, elszórtan zápor, zivatar előfordulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, de zivatarok környezetében átmenetileg megerősödik. Délutánra 32 fokig emelkedik a hőmérséklet. Front hatás nincsen térségünkben. A következő napokban is meleg, füllet idő várható, emiatt egyre inkább fokozódik a hőség. A sok napsütés mellett gomoly felhők képződnek, amelyekből kezdetben még csak helyenként, majd a jövő hét elejétől már elszórtan kell záporra, zivatarra számítani.